Idén már 18. alkalommal biztosítottak lehetőséget a város tánccsoportjai számára a Fehérló Közösségi Házban, hogy a Tánc Világnapja alkalmából valamennyi táncstílusban táncoló közösség bemutatkozzon. Az eseményre évek óta nagy az érdeklődés, hiszen rendkívül gazdag és szerteágazó Moson-Magyaróvár tánc élete. Minden évben egy elismert nemzetközi táncművész koreográfus gondolatait kötik a Tánc Világnapjához. Idén a nemrég elhunyt Trisha Brown, amerikai posztmodern koreográfus gondolataival nyitották meg az eseményt. A repülés iránti vágyam miatt lettem táncos. Mindig is a gravitáció titokzatossága motivált. Táncaimnak nincsen titkos jelentése, azok fizikai formába öltött szellemi gyakorlatok. A tánc kiszélesíti az egyetemes kommunikáció nyelvét, életre hívva az örömöt, a szépséget és az emberi tudás fejlődését. A tánc újra és újra maga a kreativitás, a gondolkodás, a létrehozás, a megvalósítás és a kivitelezés kreativitása. Testünk a kifejezés egyik eszköze, nem pedig a reprezentáció lehetősége. Felszabadítja a kreativitásunkat, ami a művészet alapvető lételeme és adománya. A Tánc Világnapja alkalmából rendezett eseményen elsőként a Győri Tánc és Képzőművészeti Iskola 10. évfolyamos növendékei léptek színpadra. Több óvodás csoport is bemutatkozott a közönség előtt, köztük a Kékcinke óvoda néptáncosai. A Magic Dance Club Moson-Magyaróváron, Halászin, Máriakánokon és Moson-Szolnokon működik, mintegy 120 növendékkel, óvodásoktól egészen középiskolásokig. A csoport tagjai showtáncot, társastáncot és versenyrock'n'rollt tanulnak, a Fehérló színpadán pedig csoportos és egyéni produkciókkal léptek fel. De nem csak a gyermek, hanem felnőtt tánccsoportok is színpadra léptek a Tánc Világnapja alkalmából. Többek között a 2007-ben alakult Margaréta Nyugdíjas Klub néptánccsoportja. Vagy a Flex Dance és a több mint 10 éve működő Balance TSF felnőtt táncosai. A Tánc Világnapja alkalmából rendezett emlékműsor teljes egészét hamarosan televíziónk műsorán is megtekinthetik.